Tisztelt képviselőtársaim! Örültem Hargitay képviselőtársamnak a hozzászólásának, hiszen a Jancsiszektől a repülőgépig minden volt benne, ami lehetőséget ad a mi számunkra is, hogy több témát is megvitassunk itt az általános vita kapcsán. Egyébként maga ez a törvény javaslatra is vonatkozik, hogy abban is aztán mindenféle van, ami oda tartozik, meg ami nem szintén. De hát akkor menjünk sorba, hogy ezt a lehetőséget biztosította a számunkra KDNP-s képviselőtársam vezérszónoki hozzászólásában. Ön ugye arról beszélt, hogy nekünk az volt a gondunk, hogy nem volt egy fix határidő ebbe a törvényben, és hát mi mennyire meglepődtünk azon, hogy ezt a kormány most mégis vissza akarja vonni. Nagyon érdekes, és mosolyogtam egy kicsit magamban, mert pont ezt gondoltam magukról. Hogy szerintem maguk voltak a legjobban meglepődve, amikor a kormány bejelentett, hogy vissza akarja ezt vonni, mert én itt hallottam és emlékszem még a vitára, amikor a képviselőtársaink itt a folyosó túloldán arról beszéltek, hogy értsük meg, hát nem tudunk bejönni a parlamentbe, hát mindenki beteg lesz. Hát egyszerűen nem fog működni a parlament, és azért kell ez a felhatalmazás. Majd utána kaptak egy csomó kritikát, külföldön is, itthon is ez igaz. Ezek után önök hirtelen rájöttek arra, hogy mégis tud működni a parlament, olyannyira, hogy Szijjártó Péter miniszter minden egyes ülésre eljött, és ő személyesen beszélt, sőt, még a bizottságülésekre is mindegyikre eljött a külügyi bizottságba, csak hogy mutassa, hogy lám, mégis működik és tud működni a magyar parlament. És kicsit így visszagondolva, akkor hát az ember mégis egy picit úgy érzi, hogy hát lehet, hogy ez működött volna másképpen is. De hogyha azt mondjuk, hogy nem működött volna másképpen, és nagyon kellett ez a felhatalmazási törvény, akkor az élet végül is azt bizonyította, amit az ellenzék mondott, tisztelt képviselőtársam. Hogy legyen ebbe egy 90 napos határidő. Hát kérem, nem töltötték ki a 90 napot, hál' Istennek. Hát akkor ezek szerint nyugodtan bele lehetett volna írni a 90 napot, semmi nem történt volna, ha esetleg ne adj Isten, még meg kellett volna hosszabbítani, akkor még meg lehetett volna hosszabbítani. De én azt gondolom, hogy nem mi voltunk meglepődve ezen leginkább, hanem önök meg a brüsszeliek, akik várták Brüsszelbe a miniszterelnököt, hogy védje a nemzeti érdeket, aztán helyett inkább elment Szerbiába, ahol nem kellett védeni a magyar nemzeti érdeket. A másik, hogy azt mondja, hogy micsoda nagy sikerű története ez, mert mindenki mennyi támogatást kap. Volt róla jobbikos képviselőtársam, említette, csak egy példát hadd mondjak, hogy hát az hogy van az, hogy a bankoknak visszaadják azt, amit be kell, hogy fizessenek, a magyar kis- és középvállalkozók meg csak hitelt tudnak fölvenni, amit vissza kell, hogy fizessenek. Hát maguk állandóan arról beszélnek, hogy önök a bankoknak hogy odavágnak, hogy maguk mennyire képviselik a kis- és középvállalkozókat, meg a magyar családokat, meg a nem tudom kicsodákat. Hát kérem, akkor miért a bankoknak adják vissza azt a pénzt, amit most elkérnek tőlük adóként? És miért verik, vagy kényszerítik a magyar mikro- és kisvállalkozókat abba, hogy hitelt vegyenek föl, amit nekik utána persze vissza kell fizetni. Aztán ön beszélt arról, hogy semmilyen módon önök nem nyúlnak a hitelhez, mert ezt a szocialisták csinálták, meg mindig van pénz, ahol lehet, de nem verik adósságba az országot. Hát képviselőtársam, magyarázza már meg nekem, hogy akkor a Budapest-Belgrád vasútvonal az mi a csodából épül, mondja már meg nekem. Hát miből épül az? A magyar költségvetési forrásból? Nem. Kínai hitelből. Kínai hitelből működik. A paksi atomerőmű építése orosz hitelből épül. Igen, igaz, önök nem az IMF-hez mentek, egy sokkal jobb szervezethez mentek, a kínai kommunista párthoz. Meg még egy jobb szervezethez, Putyinhoz. Hát tényleg ez sokkal nagyobb szuverenitást ad az országnak, sokkal nagyobb mozgásteret ad, mint hogyha az IMF-hez fordulnánk, vagy az Európai Unióhoz fordulnánk. Már csak azért is, mert ott tagok vagyunk például, és számít a véleményünk. Kínába meg mehetünk előszobázni, meg Putyinhoz is mehetünk előszobázni. És természetesen ők se képviselő, nem azért adják a hitelt, mert ez egy karitatív szervezet, nem is várjuk el tőlük. És az ő szempontjukból teljesen rendben van az, amit tesznek. Geopolitikai célokat szolgálnak, érdekszféra bővítést szolgálnak, saját kereskedelmi érdeket szolgálnak. Tehát azt pontosan értem, hogy kínai szempontból, orosz szempontból miért helyes egy ilyen döntés. Na de kérem, hát magyar nemzeti szuverenitást hirdető kormány részéről két országba ilyen módon elkötelezni a magyar adófizetőket, hogy az egyiknél 2400 éves megtérülés van, a másiknál meg a csuda se tudja, hogy egyáltalán valaha van-e neki valamilyen megtérülése.
És ön arról beszél, hogy nem vesz föl a magyar kormány hitelt, hát ez azon csodálkozom, hogy nem szakad ránk a parlamentnek a teteje. Hát dehogy nem. Most olvastam a költségvetési átcsoportosításba, hogy 80 milliárd forintot adunk a Budapest-Belgrád vasútvonalra. Újabb 80-at. Már korábban is adtak. Tudja, mennyit adunk a bértámogatásra? Ugyanennyit, 80 milliárdot. Tehát amikor maguk arról beszélnek, hogy történelmi, a legnagyobb, a valaha volt, soha nem látott, hát kérem, akkor önök egy projektre 80 milliárdot adnak, ahol egyébként Mészáros Lőrinc lesz a fővállalkozó, míg a teljes bértámogatásra adnak 80 milliárdot, ugyanannyit. Hát az 800 milliárd lenne, akkor mondhatnák, hogy ez a történelmi, soha nem látott. Azt is mai hírként olvastam, hogy Mészáros Lőrinc 11 milliárd forint osztalékot vett ki a cégéből. Képviselő úr, 11 milliárd forintot. Hozzáteszem, nem olyan bonyolult, mert rögtön kapott 18 milliárd támogatást is. Tehát értem én a gazdaságvédelmet, a saját oligarcháinak a gazdaságát védik. Ez teljesen érthető, már az önök szempontjából. Csak mi ezt engedje meg, hogy hadd ne támogassuk. Hogy hadd mondjuk azt, hogy kérem, önök orosz-kínai hitelből eladósítják az országot. Önök felhasználják ezt a válsághelyzetet arra, hogy a saját haveréknak a zsebét újra kitömjék pénzzel. Hát miért vett föl 11 milliárd forint osztalékot? Hát miért nem tudott nemzeti szolidaritást mutatni Mészáros Lőrinc? Hát miért nem tudta azt mondani, hogy most fiúk, nem veszek ki 11 milliárdot, csak 1 milliárdot. 10 milliárdot meg benhagyok a cégembe, hogy a magyar államnak ne kelljen pluszba támogatni engem, hanem inkább én a saját munkavállalóimat megsegítem és megtámogatom, mert van bennem szolidaritás, mert nemzeti érzelmű vagyok, mert támogatom ezt a kormányt, mert annyi mindent kaptam ettől a kormánytól. Nem, szó sincs róla. Első a család. Ez tény is való. A saját család. Tehát képviselőtársam, ne jöjjön azzal az álszent dumával, hogy önök aztán semmi hitelt, önök itt trendfordulót csináltak, nemzeti szuverenitás van, és aztán fantasztikusan csinálnak mindent. Én nem is értem, képviselő úr, hát elmondta itt, fölírtam magamnak, hogy azért nyertek önök most már harmadszor, mert micsoda felelősségteljes és megalapozott költségvetés politikát csináltak, bezzeg a senki más ilyet nem csinált. Azon gondolkodtam, hogy akkor 94-ben hogyan nyerhetett a baloldal? 2002-ben hogyan nyerhetett a baloldal? 2006-ban hogyan lehetett nyerni akkor, hogyha mindig csak maguk csináltak megalapozott költségvetést, senki soha az életbe, de mégis 2002-ben elvesztették a választást. Tehát én azt gondolom, hogy óvatosabban kellene bánni ezekkel a fantasztikus jelzőkkel, amik arról szólnak, és az előző vitában is elmondtam, de megismétlem, azt értsék meg, a világ nem magukkal kezdődött, hál' Istennek, nem is magukkal fog befejeződni. Kettő, nem úgy van az, hogy amikor Fidesz kormány van, akkor mennyország van, akkor a paradicsomba él mindenki, és amikor pedig más kormány van, akkor meg rögtön a pokol van, és dögvészek az egész Magyarországon. Ön azt kérte, hogy mi legyünk megértőbbek. Argitoljuk képviselők, kénytelen elfogadni azt, hogy másképp látjuk ezt a kérdést. Én értem, hogy önnek ez nem tetszik, ez a kérdés, meg az a vélemény, amit mi mondunk, nekünk meg az nem tetszik, hogy ön beszél erről a kérdésről. És valószínűleg ez a véleménykülönbség meg is fog maradni, ezzel nincsen semmi probléma. Csak higgy el, hogy nem csak abból a szempontból lehet nézni ezt a kérdést, hogy ön elmondta, hanem más szempontból is lehet nézni, és az a szempont is ugyan releváns lehet és legitim lehet egy ilyen vitában, amit ön elkezdett itt ebben a költségvetési módosításról. A másik, hogy önök nem alkalmaznak semmilyen megszorítást. Hát kérem, hát az önkormányzatokkal mit csinálnak? Hát folyamatosan veszik el a forrásaikat az önkormányzatoknak. Hát akkor hogy hívják ezt, ha nem megszorítás? Én értem, hogy ki van radírozva a Fideszes KDNP-s képviselő szótárából az a szó, hogy megszorítás. Na de mégiscsak az van benne ebbe a törvénytervezetben, hogy kevesebb lesz a bizonyos bevételei az önkormányzatnak, ami megvolt. Mi azért nem fogjuk tudni támogatni például ezt a javaslatot, mert elvesz az önkormányzatoktól nagyon fontos olyan forrás, ami az eddig ott volt náluk. És abból tudtak szolgáltatást nyújtani adott esetben a választópolgároknak, akik ott élnek az adott településen. És ezt nem csak baloldali ellenzéki polgármesterek mondják, hanem fideszes polgármesterek is csóválták a fejüket, és felhúzták a szemöldöküket, hogy hát azért ez nem biztos, hogy jó ebben a tekintetben. Úgyhogy ezért azt mondom, hogy
Ön azt mondta, hogy a költségvetést még egy válság helyzetben sem adják föl. Képviselőim, azt kívánom magunknak, hogy ezt tudják tartani, ezt az állításukat. De egy válság azért válság, és különösen egy ilyen válság meg pláne, mert bármikor hozhat olyan helyzetet, ami nem volt előrelátható, és azonnal intézkedést igényel, és ne adja Isten, de könnyen lehet, hogy a gazdasági, társadalmi hatások olyanok lesznek, hogy ez a költségvetés sem tartható. Tehát én ezért önnek azt mondanám, hogy lehet, hogy ez ma értéknek tűnik, de lehet, hogy egy két hónap múlva, fél év múlva az az érték, ha képesek vagyunk tudni változtatni ezen. Arról nem is beszélve, hogy eddig nem volt olyan költségvetés, amit önöknek nem kellett megváltoztatniuk, mert ugye állandóan olyan hamar hozzák ezt a költségvetést be, hogy aztán minden szám majdnem olyan, ami megbízhatatlan, és aztán kénytelenek maguk is ezen változtatni később. De ezt most tegyük egy pillanatra félre, ez biztos nem a transzparenciát meg a kiszámíthatóságot növelte a költségvetés tervezésekor. Én azt kívánom magunknak, hogy valóban képes legyen a kormány tartani azt a deficit célt és államadósság célt, amit tudott, mert ez azt jelenti, hogy Magyarországot nem sújtja olyan mértékben ez a válság, mint hogy adott esetben más országokat, de én mégis inkább azt tanácsolnám, hogy sokkal jobb partner tud lenni nekünk az Európai Unió, mint adott esetben Kína vagy Oroszország, ha már hitelről beszélünk, mert az egyik helyen van szavunk, a másik helyen meg mindig csak szolgálólány tud lenni Magyarország. És idézném azt, amit Orbán Viktor mondott, nehogy úgy járjunk, hogy akkor most megint Putyin legvidámabb barakja lesz Magyarország, csak most már pénzügyi függés alapján is, és nehogy az legyen, hogy most annak örülünk, hogy most nem tankokkal, hanem bankokkal jönnek Magyarországra ezek a nagyhatalmak, hogy aztán a mi nemzeti szuverenitásunkat csorbítsák azáltal, hogy pénzt adtak nekünk. Tehát összességében, elnök úr, annyit szeretnék mondani, hogy a különböző ilyen megfontolások alapján az MSZP frakció nem fogja támogatni nagy valószínűség ezt a javaslatot, mert szerintünk is, hogy a Jobbik is elmondta, elégtelenek ezek az intézkedések. Vannak benne kétségtelenül helyes irányok, tehát félreértés ne essék. Én a magam részéről ebben azt gondolom, hogy érdemes elismerni az, hogy van jó szándék, jó lépés, vagy jó irányba tett lépés a különböző kormányzati javaslatokban, tehát ebben önnel egyetértek, ezt nem vitatom el, de mégiscsak azt meg engedje meg nekünk, hogy mi azt mondjuk, hogy mi más szemszögből, más módon közelítjük meg ezt a kérdést, és esetleg ezért mi más konklúzióra jutunk, mint ön, kormánypárti képviselőként. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, képviselő úr! A 15 perces időkeretből Szakács László képviselő úrnak 2,5 percet hagyott. Önni a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Csak egy pár reakció még arra, amit elhangzott. Azonnal léptek. Akkor, amikor volt a járvány. Ez igaz. Azonnal azt mondták, hogy április 3-án, vagy 6-án bejelentik azt, ami nem került bejelentés április 6-án, és azóta is egyébként van, amire még várni kell. Gazdaságvédelmi akcióterv, ami korábban egyébként mindig azt mondták, hogy 16-18%-a, ma már másodszor hallottam, hogy ez a 20%-a. Még egy dolgot tegyenek mellé, tisztelt képviselő és államtitkár urak. 3 év alatt, nem 1 év alatt, nem idén, 3 év alatt lesz ez ennyi, tehát akkor azért 1 évre jóval kevesebb jut, ami jóval kisebb mellkasra, illetve mellényre ad majd csak lehetőséget. Ebből is, amit 3 év alatt adnak, ebből 2700 milliárd forint hitel. Én értem, hogy önök nem szeretik a hitelt, de aztán mégis ezt vetetnék fel a cégekkel, és én mindig azt kérdezem, ki, melyik cég fog most hitelt felvenni? Miből fogja visszafizetni? És egy nagyon fontos kérdés. Ugye azzal a szándékkal akarják ezeknek a cégeknek a hitelt adni, hogy azt ezek a cégek vissza is fogják tudni fizetni. Felmérik majd az adósnak a jövedelmi és a vagyoni helyzetét, és önök is úgy gondolják, hogy azt vissza tudja majd adni, tehát nem akarja senki sem lenyúlni ezeket a cégeket. Hargitai képviselőtársam mondta, hogy hát az intézkedéseket meg kell hosszabbítani, ugye, amelyek ugye most a válsághelyzet alatt lejártak. Csak most mondom egyébként, hogy december 31-e volt ezekben is benne, tehát a kormány jól tudja, a kezdetű mondatok, azok úgy érnek véget, hogy jól tudja, hogy december 31-én van az év utolsó napja, és addig ezeket a rendelkezéseket eddig önök is fenn akarták tartani hatályukban, és most ugye fenn is fogja majd tartani hatályában mindenki is. Ugye a legnagyobb költségvetési átcsoportosítás az úgy nézett ki, hogy az országvédelmi alapot átnevezték koronavírus elleni alapnak, célja nem változott, nem várt eseményeket kellett finanszírozni,
illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot is átnevezték koronavírus elleni védekezési alapnak, és így állt össze ugye a költségvetésben az a legelső talán 1345 milliárd forint, ami nagy költségvetési átcsoportosítás volt, szükséges, de nem történelmi. Köszönöm szépen, elnök úr.